see if I can do that. A fiúk nevében, hát ez egy ilyen, amit előadunk, ez egy ilyen talaját ki, hogy mi történik a színpadon, és hogy milyen eseményhez kapcsolódik az, amit mi megpróbálunk előadni. És ugye mivel közében itt van egy jó kis nézag, ezért úgy gondoltuk, hogy lehetne osztani két csoportra a társaságban, és akkor adnék az egyik csoportnak egy papírt, egy tollal. A másik meg adok egy papírt toll nélkül, úgyhogy szeretek egy tollat. Meg kell, hogy toll lesz, hogy gyertek. És akkor az volna a lényeg, hogy... Köszi szépen. Az lesz a lényeg, hogy 9 számot láttak rajta. Ugye 9 ilyen darabocskát fogunk előadni, és hát nyilván közben azért iskoláltuk az egészről, hogy mi történik, de találjátok a lényeg, hogy nyilván körülményés elég. Jó lenne, hogy a hónapot is elmondnám azt találni, hogy mikor történt az esemény. És akkor a legvégén úgy díjazzuk a nyertes csapatot, hogy ő kap a játék. De mit tenne jobb? Azt, hogy mi volt maga az esemény, amit láttok. Igen. És hozzá még a dátumot, és pontos dátumot is, hogyha leírjátok. Órát is. Hogyha mind a ketten eltaláljátok, de valaki tudja a pontos dátumot, akkor nyilván ő nyert. Igen, tehát hogyha minél pontosabban meg van fogalmazva, hogy mi az, amit láttok, annál inkább esélytek arra, hogy győztök, jó? Még egy és mondtam akkor... Bocsánat, még azt, hogy amíg tart az előadás, addig nem beszélhettek egymással, jó? Sikiltozni lehet, melltartó jöhet le minden, jó? Ha vége van az elsőnek, például akkor utána megbeszélhetitek és leírjátok. Jó. Sokáig fog tartani. Na jó. Fél perc van. Jó, akkor elkezdjük, jó? Kezdjük. Hol van? Kezdjük. Jó, ne is mondják. Borzasztó. Akkor beállunk, hogy ne látszódjam. Szóval, nagy nap volt ez mi nekünk, mikor csapatostól a közeli parkba kimentünk. Azon a délután magunkét rendesen kitettünk, hogy szép pillanatokat képeken rögzítsünk. Előtte persze öltözködés, vasalás, ruhapróba, izzószenet tölteni a vasalóba. Az egyik tüzes leány a fehér népek közül simította a kötényét, veszettük. Ám de figyelmét a pálinka tompította, hogy a Facebook gúlyása elvonta. Teste megingott, vagy mobilja után kapott. Végül is a vasaló jól dolgozott, mert a kötényén egy égtelen lyukat jó, tehát most... Hát még ezt látom, hogy még jó. Megvan? Igen. De pontos látom is kell mindenhol van. Facebookhoz nem jön. De tényleg, de annyitól senki nem segít. Az okos Google-t az nem lehet. Gyilkos kéz okozta szomorú halálát, de bizonyításképpen elhozta Csabi a lábát, a hátát, a zsírját, a szárnyát, a gombáját, mindenféle borcikáját. No, de ne féljenek tőle, meg van ez más ütve. Bökét villájukat a piros felébe, mert az este végnek közel már a vége. Aztán a hidegre való tekintettel, meg mert abszinensek vagyunk. Valami forró italt a vacsora után kapunk. Esetleg teát. Kamilla! 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 Kamilla!
1, 7, 6, 3. Évente megtartják eme jeles esemény, táncolott a világtájáról mindenféle nép. De a legjobbak mi vagyunk, félre a személyiséget, mert igényis legyünk összük a közönséget. A leányaink gyönyörűnk karikáztak, a legények csaptak, tekertek, figuráztak. A rábaközi dús után verbunkot jártunk, ami után a lányokra hiába váltunk. Nagy volt rajtunk a nyomás, a teher, de az első helyet ő senki nem veheti el. De az első helyet tőlünk senki nem veheti el. Mondom, az első helyet tőlünk, ugye már, mivel mi voltunk a legjobban, senki nem veheti el. Másnak teremtette őket az Isten, mások meg olyan bolondocskák minket. Ott van még nekik egy négy lábú barát, visszahoz botot, labdát, gumikacsát. Hagyták a társaságot, de félrebú nem mondott több szomorúságot. Azóta házasok már, meg volt a mennyegzőjük, hazautaztunk páran, és egy csárdába megültünk. Most még a nagyvárosban laknak, Budapesten, de reméljük a fészket raknak valahol falun vidéken. Mi van? Ta-da-da-da, az nem az. Temetésén ott láttuk a rendőr, meg a cigány. A pap is gyönyörű prédikált. Nem mozdult többé a teste ernyet. Kivéve azt, tudjátok azt a hegyet. Aztán mennyegzőt ültünk. Gyönyörű mennyasszony, száfa bőlegénykiket összeadtunk. A tavalyi zord fagyos téltől mi így búcsúztunk. János bácsi nyakkendője, felállott a János bácsi nyakkendője. Ó, te lárod, nem ér az életkorunk, János lárod. János bácsi nyakkendője, felállott a János bácsi nyakkendője. Ó, te lárod, te lárod, nem ér az életkorunk, János lárod. Ötös, igaz, lányos, ott van. Igen. Biztos nem a hatos námadtuk, hogy így mondjuk. Ez... Most jön a hatos. Jó, az jó. Jó. Mehet?
Idén volt az első alkalom, minden jó sikerült, azt elmondhatom. Igaz, egy szakács helyett csak egy felett, fél került, de hála hőseinknek az asztalra étel mindig került. Nappal okítottak, hát tanultuk a táncokat, este pedig alvás helyett kimulattuk magunkat. Zenészeink is voltak, abban nem volt hiba, még születésnapos is keveredett a buliba. Szoknya nélkül ugyan, de fülébe függőket rakott, színpadra képzelte magát, és udvarlott. Flip-flop pirule, aztán rögbes a címpalomnál terme. Igen, ne éles nap.
Kalácsot süt reggelire, rétes készít ebédre, friss túrót kavar paprikáson vacsorára. És milyen jó lett volna, ha ott lett volna a Unique tálszáborban, biztos levette volna Anita és Boldi válláról a terhet. Biztos. Na most már különösen izgatott az udvar, hiszen a királyné gyermeket vár. Mindenki azon izgul, olyan fiú lesz a trónörökös. Fiú lesz. Mindenki foglalja el a helyét! A király érkezik! Miniszterek, várom a beszámolót. Uram király, ma ellenőriztem a király kristályt. Három véka aranyra gazdagodott a királyunkban. Uram király, a földeken is minden rendben van. Sok eső esett, gazdag búzaterm is várható. Jól van, én is így láttam utódjuk. Felséges uram, ellenőriztem az istállókat, 50 kis borjú született, 50 kis csikó, és még 50 birka is.
felséges királyom! Jó hírrel érkezem! Az imént a felséges királyné megszülte gyermekét. Na, és mondjad! A gyermek kislány. Gyönyörű, egészséges kislány. Miért, hogy kislány? Hiába megy jól az ország sorsa, egy lányra nem hagyhatom az országot! Nem tudott volna a királynő egy fiút szülni? Trónörökösre van szükség! Nem pedig egy lányra. Uram király, ne szomorkodjon! A következő gyermek majd fiú lesz. Örüljön annak, hogy a kis királylány egészséges és gyönyörűséges. Hogy veszek emiatt mondani? Még, hogy örüljek? Fiúra van szükség az országnak, nem egy lányra! Még, hogy örüljek? Tudod mit? Ha így gondolod, fel is út, le is út. Másik miniszter választok helyetted. Olyat, aki az ország érdekeit nézi. Kifelé! Sokkal mugodább mióta a király és a királynány elköltöztek tőle. Pedig most már minden
zavarta. Csend van a palotában, nyugodtan dolgozhat, foglalkozhat az ország dolgaival. Á, de hogy hiszed azt? Semmi se jó, még mindig neki. Ha legyőzték a burkus király hadait, tele a magtár, és még mindig csak tűzok. Akármit annak neki enni, nem nézték ki. Ki a neki? Elzavarja az összes kukszát, meg a királyi szakácsokat. Te! És a királynőről hallottatok már? Hát ott él szegény a falu másik végén. Egy szegény, egyszerű házba. Hát de mindenki nagyon szereti őket, mert annyit segít a falubeli szegényeknek. De nem csak a szegényeknek, most karácsony előtt párti szeretettel vár a házában. Aki szegény, rászoruló, arra jár, bárki betérhet hozzájuk. Vendégül látja őket fontos karácsonyi baráccsal, meleg levessel. Hol lakik a lányom, feleségem? Követte levelet is küldtem hozzájuk, amelyben megparancsolta nekik, hogy jöjjenek haza a palotába! De nem jött rá. Felséges uram, ha elzavarsz is érte, hallgass meg a tanácsomat. Menj te magad személyesen el hozzájuk, és kérd meg őket, hogy térjenek vissza hozzá. Nincs szükségem rá. Dehogy nem. Ideje lenne bevallanod magadnak. Többek között azért nem ízlik egyetlen étel sem, mert nincs, aki azt mondja. Egyén édes uram. De azt is tudnod kell, hogy parancsra nem fognak visszatérni hozzá. Jól van, de hát mit tegyek? Csak. Aha. Önts áruhát. Öltöz koldusnak, így menj el hozzájuk. Mint szegény, segítségre szorulót szívesen látnak majd, így könnyen beszélhetsz velük. Jár szerencsével, király úr! Gyertek vissza a palotába, és ünnepeljük meg előtte a karácsonyt.
nyissuk meg a padot, a kapuit, engedjük be a szegényeket. Rászorulokat. Segítsetek palotában, hogy országomban is végre szeretnék. Gondoltál már arra a karácsony fád alatt, mi kézzel nem fogható, érték csak az marad. Gyűjtöttél-e olyan, mi nem fogy és nem kopi? Minél jobban osztod, annál jobban gyarapodik. Kinek belső ragyogása van, egyedül sem boldogtalan. Örömnek és bánatnak a vége mindig ugyanaz. Ami változtatni érdemes, az a megélés módja. Az új esztendő töltse be a termékeny béke, a lélek nyugalma, a szeretet melegsége. Szúzmarás felhőkről egy hópejhes dallam, szeretettel szálljon. Mert egy sietős esztendő körbe szállt meg, számtalan jót, rosszat hallgatunk neked. Az évek kosarában már sok karácsony volt, de mindig az a legszebb, mely régesége. Úgy vágyunk élni, jó szóra, simogatásra, átmenekít bennünket egyetlen gyertyalánja. Karácsonyi angyal szárnyon, lelkedre béke, örök szálljon. Három, kettő, egy.